Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szia Gábor, üdvözöllek újból a műsorban. Szia, üdvözöllek én is. Előző műsorban nem akartam a politikai irányba is belemenni, mert az már túl sok lett volna egy adásba, de most akkor térjünk is rá a te múltbeli tevékenységedre a politikában, és hogy előző műsorban is említetted, hogy mennyire beszivárog sajnos az egyetemi életbe, szóval lesz témánk ebben az adásban. Az első kérdés, hogy te Magyarországon milyen politikai részvételt tanúsítottál, milyen politikai pártban láttál fantáziát, hol tevékenykedtél? Talán azzal kezdem, hogy sosem gondoltam, hogy én politikával szeretnék foglalkozni. Nagyon mást gondoltam arról, hogy kiből legyek ez politikus. Azt gondoltam, hogy belőlem nem. Viszont nem gondoltam politikának azt, hogy a közvetlen környezetemben van véleményem a dolgokról. Ez lehet az, hogy akár, hogy messziről kezdjem az általános iskolában, amikor megbeszéljük, hogy hova megyünk kirándulni, vagy hogy költsük el az osztálypénzt. Ma azt mondanám, hogy az is a politika, és ott kezdődik a politika, hogy beszélünk a közös dolgainkról, és van véleményünk, és ütköztetjük őket. De hogy a kérdésedre válaszoljak, apránként találtak meg apróságok, és meg is maradtak az apróságok szintjén. Ezt az elején fontos talán tisztázni, hogy nekem komoly, nagy, látható politikai aktivitásom nem igazán volt, és jelenleg sincsen, de apróságok mindig voltak. Diák önkormányzatban, középiskolában egy kicsit, aztán egyetemen a hallgatói képviseletben egy kicsit több. Talán ez volt az első kicsit jelentősebb, ahol azt láttam, hogy a mi szakunkon, az ELTE-n, az angol szakon nem működött hallgatói képviselet akkoriban. A német szak, amivel egy épületben voltunk, nekik nagyon jól működött, és nagyon sok mindent szolgáltattak a hallgatóknak, és segítettek nekik. És akkor azt gondoltam, hogy ezt én is szeretném csinálni, és nekem az még egy nagyon politikamentes szolgálat volt, közügyekkel foglalkozás. Ma már nem mondanám rá, hogy politikamentes, azt mondanám, hogy az is a politika része, közügyekkel foglalkozás, hogy elmegy az ember egy tanszéki vagy karriertekezletre, ahol az oktatók és a vezetők a hallgatók sorsáról is döntenek, és ott van, és részt vesz, és beleszól, és tájékoztatja a hallgatókat róla, és párbeszédet tesz lehetővé. A pártpolitikához annyi közöm volt, hogy számomra az egy logikus dolog volt, ami talán mozgalomnak vagy néppártiságnak hívnak, hogy az ember az be is lép pártba, hogy része legyen annak a nagy rendszernek is, ami az országos politikát alakítja. Tehát ahogy van, sokszor azt érzem Magyarországon egy rettenetes ellenérzés a párttal, mint fogalommal szemben, hogy ha párt, akkor az rossz. Én pont az ellenkezőjét éreztem ilyen 18-20 évesen, hogy az egy csodálatos gondolat, hogy jöjjünk össze és próbáljunk a közös dolgokról beszélgetni, és akkoriban, amikor újra választották 2006-ban az MSZP-SZDSZ koalíciót, akkor én beléptem a lakóhelyem szerinti MSZP alapszervezetbe, és elkezdtem eljárni annak a rendezvényeire, kíváncsian, hogy ez milyen lesz, és vajon olyan lesz-e, hogy beszélgetek néhány más lelkes fiatallal arról, hogy mit lehetne csinálni mondjuk a kerületben. Néha olyan volt, néha meg nem olyan volt, és egyre kevésbé volt egy olyan intézményes környezet, ahol akartam lenni. Nagyon szuper élményeket szereztem, és jó emberi kapcsolatokat, amire szívesen gondolok, de ez abszolút a múlté. Amikor az MSZP-nek egy talán mondhatom így, hogy legliberálisabb szárnya megalakította a DK-t, akkor én még alapító tagként ennek is a tagja lettem 2010-ben. Utána pár évvel már erről sem éreztem azt, hogy szeretném a nevemet adni hozzá, úgyhogy én már jó sok éve nem vagyok semmilyen pártnak a tagja. Még lehet, hogy ez változni fog egyszer. Köszönöm szépen, hogy végigmondtad lépcsőről lépcsőről, hogy hogyan jutottál el ahhoz a lépéshez, hogy tényleg belépj egy párba. És itt a nézőknek is mondom, a csatornán kiment 2-3 beszélgetés itt Ausztriában politizáló emberekkel, legyen az akár kerületi polgármester, vagy egy ifjúsági szervezetben tevékenykedő fiatalember, hogy mind a ketten azt hangsúlyozták, hogy tényleg az emberek van véleménye, ez így mondjuk a demokrácia egy lehetősége, hogy adjunk teret, hogy lépjünk be valahova, mert ez valamilyen szinte egy normális lépés, hogy az ember hasonló gondolkodású, mint a hobbit keres az ember, akkor megkeres azokat a hasonló hobbit iránt érdeklődő személyeket. Ha egy véleményem van
egy másik közösséggel az ember érdemes belépni, és úgy lehet valamiben, akár tényleg legyen egy játszótér felújítás, a saját szubkörnyezetben való tevékenységben elérni célokat. És ez itt teljesen más, hogy van az emberek fejében itt Ausztriában ez bekalibrálva, vagy valamilyen szinte ez így normális, hogyha az ember valamit el akar érni, vagy valami bele szeretne szólni, akkor belép valamilyen közösségbe, valamilyen szerveződésbe. Magyarországon ez lehet, hogy egy kicsit ilyen negatív hozzáállással van. És akkor rákanyarodva arra, amiket meséltél, az előző műsorban is említetted, hogy politika beszivárog az egyetemi életbe. Te ezt mennyire tapasztaltad és idekint vagy? Egyértelmű, hogy negatívan, de hogy erre tudsz kicsit mesélni nekünk, hogy ez a hétköznapjaidban, a tevékenységedben, a szakmai karrieredben, a munkádban mennyire nehezítette meg a napjaidat? Azt fontos elmondanom, hogy nekem személy szerint soha nem mondták azt, hogy valamit nem mondhatok. Nem kerültem bajba a politikai véleményem miatt személy szerint. És ezt azért mondom, mert ez egy kivételezett helyzet Magyarországon. Én azért nem kerültem bajba a véleményem miatt, mert egyrészt egy műszaki tudománnyal foglalkozom, tehát a szakmai véleményeimnek nem sok kapcsolódása van a napi politikához. Egy társadalomtudósnak a szakvéleménye is már okot ad arra, hogy a mai magyar kormány őt üldözze. Másrészt pedig azért, mert szerencsés intézményi környezetben voltam, ahol nem a politikai igazodás volt már eleve a feltétele annak, hogy az embernek állása legyen, vagy pénze a kutatásaira. Viszont szinte több ellenpéldát tudok, több példát tudok a másikra, mint erre. Olyat, hogy valaki nyugodtan legalább elkezdhetett egy kutatói pályát Magyarországon, mert én nyugodtan elkezdhettem, más kérdés, hogy úgy döntöttem, hogy nem akarom ott folytatni. Ez már önmagában egy nagy szerencse a 2010-es évek Magyarországán. Társadalomtudósokkal, akik Magyarországon a 2010-es években tudományt akartak csinálni, ha velük beszélgetsz, akkor rengeteg történetet fogsz arról hallani, hogy nem kapja meg a támogatást, esetleg informálisan odaszólnak, hogy nem ezt a témát kéne, ezt a korrupciókutatást vagy szegénységkutatást erőltetni, mert véletlenül nem fogsz kapni pénzt, de igazából még a kollégáid se fognak. Az már a legszomorúbb, amikor a nevezett kollégák jönnek oda, hogy miattad lesz nekünk is rosszabb, úgyhogy légy szíves. És ilyeneket mondanak sajnos ma Magyarországon kutatók, hogy neked nincs jogod a mi életünket megnehezíteni azzal, hogy te kinyitod a szádat. Nekem ez fájt a legjobban mindig, amikor a saját kollégáim, ismerőseim engem azért csitítottak, mert hogy én az ellenzéki véleményemmel nehéz helyzetbe hozhatom az egész csoportot, csapatot, tanszéket, és így tovább. Persze jó kérdés, hogy ez-e a rosszabb, vagy szembesülni azzal, hogy az ember közvetlen kollégái vagy ismerősei esetleg egyáltalán nem ellenzéki értékrendűek, hanem tetszik nekik, ami most Magyarországon zajlik. Ez talán még megterhelőbb. Tudtalak követni, és ha nézzük az otthoni szakirányodat, vagy az otthoni pályádat, karrieredet, mi volt az a végső pont, amikor úgy láttátok jobbnak, hogy innen föl kell állni? Volt ilyen, amit mi utolsó cseppnek nevezünk, de az csak egy csepp volt egy már nagyon teli pohárban. Elsősorban az a folyamatosan növekvő feszültség, amit a közvetlen környezetünkben is éreztünk, és az, hogy nem hasonló értékrendű emberek vesznek minket körül. Nem csak a tévében látott politikusok azok, akiknek az értékrendje taszított minket, hanem sokszor a közvetlen környezetünk értékrendje is. Magukat egyébként ellenzékinek valló emberek értékrendje, hozzáállása is taszított már minket, és volt egy utolsó csepp, amikor a 2018-as választások lezajlottak, és egy újabb sebességbe kapcsolta a hatalom, és akkor pár nappal később történt az az eset, amikor a figyelőben listáztak úgynevezett sorosbérenceket, mindenféle civil szervezeteknél tevékenykedő embereket, pusztán azért, mert valamilyen kapcsolatot tételeztek föl az adott civil szervezet és az úgynevezett háttérhatalmak között. És amikor ott név szerint láttuk ismerőseinket, akik még csak nem is politizálnak, csak egy civil szervezetben egy ügyért dolgoznak, ami mi is megteszünk időről időre, akkor tényleg a bőrünkön éreztük, hogy ez most már itt van, mi lehetünk akár a következők. Ez volt nálunk egy utolsó csepp, de hát addigra ez már sokat érlelődött, ez a gondolat. Tudtalak követni, és
el is jutunk 2020-ig, mert én idén ismertelek meg, két civil rendezvényen találkoztunk, az egyik a Ne Nézz Félre csoportnak volt a demonstrációja, és a másik meg most a tüntetés határzár ellen történt. Ideként fontosnak érezted, hogy civil ügyek mellé állj. Milyen tevékenységekben látsz most erőt, és tudom, hogy komoly hobbiként színházzal is foglalkozol, hogy mik azok az irányok, amikben szerinted majd jobban részt fogsz venni? Én azt hiszem, hogy amiket mióta kijöttünk, amikben én részt vettem, az a néhány dolog, az figyelemfelkeltés itt Nyugat-Európában. Mindig meglepődöm, hogyha egy-egy ilyen alkalommal beszélgetek osztrákokkal, milyen keveset tudnak a magyarországi mindennapokról, annak ellenére, hogy egyébként tájékozottak a nagy politikáról. Nekem az a benyomásom, hogy jobban, mint az átlag magyar. Egy osztrák odajön egy tüntetésen az utcán, és elkezdünk beszélgetni Magyarországról, akkor az, hogy éppen mit csinálnak Orbán Viktorék, arról felkészültebb, mint egy átlag magyar, na persze, hiszen sokkal jobban hozzáfér független sajtóhoz. Viszont, hogy a mindennapok milyenek Magyarországon, arról nagyon keveset tudnak. Hogy milyen mély szegénység létezik ma Magyarországon, amiről ők nem is gondolják, hogy az Európai Unióban elképzelhető. Vagy hogy már alacsony szinten is milyen korrupció. Azt elolvassák az újságban, hogy a vezető politikusok milliárdokat lopnak. De hogy az ember a hivatalban, meg az STK-ban is az ismerettségekre kell, hogy támaszkodjon, és nem szerezhet érvényt a jogainak pusztán azon az alapon, hogy neki járnak jogok, ezt nem értik, ezt nem tudják elképzelni. Ezt úgy érzem olyankor, hogy tőlem hallják először. Nekem ez nagyon fontos, mert ez valódibb, mint hogy melyik politikus hány milliárdot lopott el. Nekem valódibb, a barátaimnak, szeretteimnek is valódibb. A Svung Bécsi Magyar Színkörben játszom most már jó néhány hónapja, több kisebb szerepben, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés. Én nem gondoltam volna 2 éve, amikor kiköltözünk, hogy én amatőr színtársulatban fogok játszani. Utoljára általános iskolában jártam színjátszókörbe, és azóta sem. Én, amivel hobbi szinten már sok éve foglalkozom, az a klasszikus éneklés, úgyhogy nekem színpadra állni az nem teljesen idegen, de egészen más műfaj, hogy az ember azért áll ki a színpadra, hogy elénekeljen egy kórusművet, vagy esetleg elénekeljen egy áriát, vagy pedig egy színdarabot, ami rengeteg különböző dologból áll. Mozgásokból, díszletekből, különböző együttműködésekből sok más emberrel, és nagyon izgalmas nekem, hogy részt vehetek ebben a munkában. Megismerhetem a mindennapokat egy színtársulatban. És akkor innen rá is tudunk kanyarodni az SFE állapotára, hogy most beszéltünk politikáról, meg művészetről, hogy neked személy szerint mi a véleményed? Te hogy látod az egésznek a folyamatát, a történetét? Hova tud ez eljutni szerinted? Nem tudom, hogy mit tudnak elérni, nagyon drukkolok mindenkinek, aki ellenáll. Amire én igyekszem mindenki figyelmét felhívni, mint volt egyetemi ember Magyarországon, hogy amit most megtett egy egyetemnek a diáksága, tanársága és vezetősége, hogy együtt ellenálltak, és egy intézmény áll ellen, nem egy-egy ember, hanem egy intézmény áll ellen, ezt megtehette volna bármelyik másik egyetem korábban, és nem tették meg, és megtehette volna az MTA kutatóhálózatának bármelyik intézménye, és nem tették meg. És erről viszont be tudok számolni, hogy miért nem. Mert az egyedi ellenállások vezetői ellenállásba ütköznek, vagyis miről van szó? Az egyik, másik, harmadik oktató, kutató, vagy éppen diák igenis ellenállna, azt mondaná, hogy eddig és ne tovább, és akkor jönnek a középvezetők, és megmagyarázzák, hogy miért nem kéne ellenállni. Hogy egy legfrissebb eseményről beszéljek, nem volt olyan régen, hogy a Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatát bekebelezte a kis gömböc, és számtalan egymástól többé-kevésbé független kutatóintézetet érint ez, és én 2-ben is dolgoztam ezek közül, a STAKI-ban és a Nyelvtudományi Intézetben. Már egyiknél sem dolgoztam, amikor ez a dolog történt, de pontosan tudom, hogy melyik osztályvezetők, igazgatóhelyettesek szóltak rá mindazokra, akik komolyabb ellenállást akartak volna kifejteni,
És hozzáteszem, sokan el is hitték, hogy ők jót tesznek. Tehát osztályvezető, igazgató és így tovább elmondja, hogy neki sem tetszik, de nem az a jó megoldás, ha most itt hőzöngünk, hanem akkor fogunk a legjobban járni, hogyha megvárjuk, hogy mit szeretnének, és akkor majd az újraosztásnál jó pozíciókat kaphatunk. És ez a dolog lezajlott, és sok ilyen osztályvezetőnek és igazgatónak sajnos igaza lett, és az újraosztásban jó pozícióik vannak, mert elhallgattatták az ellenállást. Érdekes, milyen csontvázak kerülnek elő ezekből a szekrényekből. Egy SFE, egy színművészeti egyetemnek a, ahogy fogalmazta te is, hogy egy egység egy intézményen áll ellen, és hogy nagyon sok háttérinformáció van, és nagyon sok minden összefügg. Gábor, köszönöm szépen, hogy meséltél a te civil és politikai hozzáállásodról, a nézőpontodról, nagyon izgalmas volt hallgatni, és a SVUNKhoz és a TU-n való kutatásodhoz sok sikert kívánok. Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen az érdeklődésedet. További szép napot, szervusz! Neked is, szia! Legyetek jók, ha tudtok, vigyázzatok magatokra, másokra, sziasztok!